kormány minden eddiginél nagyobb könnyítéseket fog tenni, amelyekkel lehetővé teszik a vendégmunkások egyre nagyobb számú beözönlését Magyarországra, ugyanis a vendégmunkások, vagy ha úgy tetszik a migránsmunkások foglalkoztatásának maximális időtartamát 2 évről 5 évre fogják emelni. Jelentős adminisztratív akadályokat hárítanak el, tehát a letelepedési és tartózkodás engedélyek különböző altípusaira nem lesz szükség, és a család egyesítés is lehetővé válik. Hozzá kell tenni a pontosság kedvéért, hogy az elmondottak első körben a Paks 2 és a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházásokra vonatkoznak, de hát ezek is külön-külön hatalmas munkaerőigényű beruházások, és a tegnapi Vállalkozásfejlesztés Bizottság ülésen a kormány jelenlévő képviselői nem tagadták azt, hogy innentől kezdve egy tolvonással valamennyi beruházása és az összes beáramló vendégmunkása kiterjeszthetik ezeket a jelentős könnyítéseket és kedvezményeket. Tavaly novemberben, kevesebb mint 1,5 évvel ezelőtt elmondta a Mi Hazánk Mozgalom a vonatkozó vitában, hogy ez nem lesz más, mint gyerekkorunk egyik közismert meséje, amikor a farkas először beteszi az egyik lábát, majd beteszi a másikat, majd a harmadikat, és végül az egész, a teljes farkas bent lesz azon a helyen, ahol igazából semmi keresnivalója, és a kormány ahelyett, hogy több száz vagy több ezer milliárd forintokkal tömné ki a különböző globális, multinacionális cégeket, úgy látszik, nem ahelyett, hogy ezekkel a pénzekkel magyar vállalkozókat és magyar gazdákat támogatna, tovább folytatja ezt az önpusztító és nemzetpusztító politikát, amelynek egyenes következménye az lesz, hogy Magyarországnak először a foglalkoztatási munkaügyi térképét fogják átrajzolni, méghozzá nagyon rövid idő alatt, és aztán szintén nem túl hosszú idő kell ahhoz, hogy Magyarország etnikai térképét is véglegesen és visszamolhatatlanul is megváltoztatják. És az a helyzet, hogy ha ezt egy balliberális kormány, vagy szélsőségesen liberális kormány művelné, nem is csodálkoznánk, de legalább ugyanennyire tiltakoznánk. Az azonban mégiscsak vérlázító, arcpirító és minimum kétszínű politika, hogy ezt egy magát nemzetinek, kereszténynek és konzervatívnak tartó vagy hazudó kormánypárt nyújtja be. Ráadásul történt mindez egy 26 rétegű saláta javaslat kapcsán, amelynek eredetileg az általános vitájánál szó nem volt az előbb említett jelentős könnyítésekről, szó nem volt arról, hogy 2 helyett 5 év lesz a maximális foglalkoztatási időtartam, szó nem volt családegyesítésről, szó nem volt adminisztratív engedélyezési könnyítésekről. Utolsó előtti perces becsúszó szereléssel bizottsági módosító javaslatként terjesztették be, és ráadásul ez a szabályozás a kihirdetését követő nap hatályban lép, amely ismerve a törvényhozás folyamatát azt jelenti, hogy jövő hónaptól kezdve ez egészen biztosan hatályos lesz, és innentől kezdve biztos vagyok benne, hogy nagyon rövid idő elteltével nem csak a Paks 2 és nem csak a Budapest-Belgrád beruházásoknál, hanem valamennyi beruházásnál meg fognak nyílni ezek a lehetőségek. Tehát ahelyett, hogy mindent megtennénk a kivándorlás megállítása érdekében, ahelyett, hogy a fiataljainkat megpróbálnánk itt tartani, a harmadik és negyedik világból kíván a kormány munkaerőt toborozni, rövid távú, rendkívül rövid távú előnyök oltárán feláldozza a közép- és hosszú távú jövőt, sőt az egész magyarság jövőjét. Természetesen a Mi Hazánk Mozgalom részéről nem támogattam ezt a módosító indítványt a tegnap ülésen, mint ahogy azt is meg tudom önöknek ígérni, hogy ahogy megkapja a Mi Hazánk az ehhez szükséges társadalmi felhatalmazást, ugyanígy egy tolvonással meg fogjuk szüntetni ezeket a szabályokat, és a sok száz vagy éppen sok ezer milliárdos forrásokat nem a globális cégekhez fogjuk eljuttatni, hanem mindent megteszünk a vállalkozásfejlesztés és a gazdák támogatása érdekében, annak abból a célból, hogy Magyarország valóban hosszú távon a magyarok hazája, a magyarok országa tudjon maradni.